Hát. Biztos. Én hiszek neked. Intense. Summer slips into cool autumn nights, and for the first time, we feel the focus and the pressure of time. In the fall, heroes are born. Lisztérzékeny vagyok. Mit ajánl? Hallgasson Mozartot. Ez tetszett! Ez jó volt! Liszt Ferenc érzékeny vagyok. Ez jó. Liszt érzékeny vagyok. Hallgass Mozartot. Na. Akkor szerintem kezdjük el. Na, Károly. 28 perc és megyek veled. Nem, mit nyomtok? Jani, jó? Nem. Azt hittem. Modern Warfare. Ja, hát már ideje azzal játszik, igen. Mit csinál? Ideje azzal játszik, igen. Nem néztem. Ó, ma vagy tegnap volt... Mikor volt? Nos, hát akkor üdvözlök mindenkit, hello, sziasztok! Én Reisinger Patrik vagyok, a ti pateszotok, és ez itt egy fejező brigád Twitch Live lesz, amiben elmondom a magyarok nyelvén, pontosan igazából miről szól a baseball. Elterveztem, hogy ezt most így el fogom magyarázni, mert láttam, és valakik még kommentelte is, hogy nem nagyon értette az amerikai szabályzat elmagyarázását, úgyhogy úgy gondoltam, hogy formálok egy ilyen magyar fajtát, amit a 10 éves kor alattiak is már értenek ebbe a világba. Nagyon egyszerű. Kezdjük maga az alapkoncepcióval, én ütőjátékos vagyok. Ez azt jelenti, hogy van a kezedben az az ütő. Tegyük fel, hogy az a faszod. Oké? Okay? Van a pont, ahol állsz. Az a pina. Most figyelj. Van a ponton egy rublika, az a pina lyuk. Hogyha bedobják ott a labdát háromszor, akkor az azt jelenti, hogy te aznap nem fogsz baszni. Mert neked az a feladatod, hogy felizgítsad magadat, és egy kört fuss a pályán, és utána becsúsz abba a punciba. Úgyhogy izzatra futottad magad, hogy csúszszál. Ez a lényeg. Mindjárt már is meg fogom nektek ezt mutatni, hogy pontosan itt mire kell gondolni. Most itt egyelőre én vagyok a kapujátékos, aki a puncinál várja a labdát. És igazából az a lényeg, hogy ne engedd a labdát be a punciba, hanem üsd el a faszoddal. Ilyen egyszerű. Nagyon egyszerű. Eddig neked is érthető, Gergő? Én nagyjából már tisztában vagyok a szabályaival, de amúgy... Igen. Csak hogy a összes ember felfogja. Na, most én vagyok itt ütőjátékos, és meg fogom nektek mutatni, hogy mire gondoltam én. Tehát nézzük, mindjárt jön a labda. Refel is így el kell ütnem. Tudod? Csak sajnos az volt az a baj, hogy a kapujátékos elkapta a labdát, mielőtt még a bozontba leeshetett volna. Őket úgy nevezzük, hogy ők a tetvek, akik azt a geci golyót szépen elkapják, és visszahozzák a eredeti helyre, te meg rábasztál. Ennyit kell tudni, rábasztál. Elkapta, rábasztál. Nem fogsz baszni. Na, most jön a kövi. Ebben a szituációban éppen ugye továbbra is mi vagyunk a catcherök, a fogók.
most oda dobjuk a labdát, és hogyha sikerül megérinteni, de hát nem sikerül. Sajnos bent maradt a mi barátunk. Hogy vannak ilyen bázisok. Ezekhez a bázisokhoz el kell futni. Ezek a bizonyos állomások. Hát szerintem ez mindenkinek értető, ha az állomásom vagy, ott nem edhetnek ki. De mindig tovább kell majd futnod. Sosem maradhatsz egy ponton, mert ugye jönnek a többiek. Jön a többi geci is, mint ahogy te is az vagy. És ők is jönnek, futnak a bázisokra. És hát egy helyen két geci nem fér meg. Ugye a mondás is mondja. Így hát tovább kell futnod. Hogyha most emiatt te fogod megszopni, akkor te szopod meg. Ha nem, akkor nem, akkor ő szopja meg. Vagy az is lehet, mind a ketten megszopjátok. Ezt nevezik úgy, hogy double megbaszás. Amikor sajnos lefolytok a picsába a földre. Annyira próbálkozom amúgy, de hát látjátok, hogy még gyakorolnom kell ezt. Jól időzítsek. Nem nagyon jön össze. Most jön John Federico Sándor. Béla Bá, hol van? Béla Bá, majd a közvetítéssel lesz. Oh. Mindent értek. Hát ezt elbasztom. Ezt most tényleg én basztam el, mert nem tudtam elég nagyot élvezni, hogy oda repüljön a geci labda a háromszög helyére. De majd most talán megpróbáljuk. Mi kis barátunk fut, és... Most sért sajnos össze, de most legalább elrepült odáig. Igyekszünk mi. Anyád, épp vissza szokták nézni a live-okat amúgy. Ez a szerencsé. De most van meg, és őszintén szerinted mit kezdenének velem? 19 éves vagyok. Ha jó, csak hogy mennyire lennének rád büszkék. Nagyon nem szoktam amúgy ezt csinálni, szóval annyira nem gáz a helyzet. Most a kedvedért csinálom, ne unatkozz. Miért az én kedvem? Nem nekem live-olsz. Hát neked is. Hát így. De most konkrétan nem nekem. Tökéletes ütésem volt. Azt a gyerekek, fut a geci, oda néz, hogy fut. Én sajnos nem ért be. Inkább nem mondok semmit, mert aztán még a végén tényleg üresünk a rosszat. De hogy vagy rossz, most hülyeskedünk. Na, hogy már komolyabban is veszem, de most egyre az a baj, hogy ki kéne tálni az alapkoncepciót, amit amúgy mondanom kéne. Amúgy nagyon sokban, tényleg, most így komolyabbra fordítva a szót, a baseballban igazából sokszor az számít, hogy tud, hogy mikor kell elütni a labdát. Ez maga az időzítés, és maga az, hogy oda jön a labda, ahova ütsz. Ahol el kell ütnöd. Most itt a Gergő tudja, hogy mire gondolok, de most tényleg arról van szó, hogy abban a zónában, ami ott van, abba kell elütnöd a labdát, mert hogyha azon kívülre dobják, akkor biztos, hogy nem fogod tudni elütni normálisan a labdát, mert abból a ütési szögből, ahol te állsz, te nem tudsz mit csinálni. Ezt mi megtapasztaltuk, mert a Gergő az már egy My Career-re már túl van. Kettőn, bocsánat. Elnézést kérek. Na üssük el azt a labdát, de olyan messzire. Ezt elkapja. Testiekben lehet, lélekben is föl kell készülnöm. 40 másodperc és outlast lent van. Outlast. Aha. Ja, töltöd le. Aha.
this is foul for the first strike. Most full game-et fogunk látni, gyerekek. Ez nagyon fontos, az lesz igazából a dolog, hogy amíg én nem ütök, és csak a társaim ütnek, én addig csinálok magamnak egy kávét. Ha unatkozom, akkor nézek egy kis pornót, és kiverem a faszomat, de a lényeg, hogy amíg nem én kerülök sorra, addig nem akarok itt lenni, hogy lássam, hogy hogyan balfaszkodnak a társaim. De megpróbálom majd kibírni, igyekszem, hogy azt is végig kommentáljam. Swung on and missed for strike number two. If you're going to catch up to a high fastball like that, it's all about getting that front foot down in enough time to allow your hands to start moving forward. He was way too late there. Now a slider can't make it back to that outside edge, and that takes the count to two and two now. Tried to work in the backdoor breaking ball there for a strikeout, but he just couldn't quite get it to come back to the corner. That's a really tough pitch to hit if you can spot it. Adolfo Acosta waits on deck. Pops this one up. Vento just to the left of the mound. And that's the first out of the inning. Stepping up to the plate, Adolfo Acosta. He'll get to take his first cuts here. Adolfo Acosta. Here's the first pitch to him. Lifted out towards straightaway center field. Moving under it, Marte makes the play. So teacher, elkezdek valamit beszélgetni. Zából, hozzunk fel valamit témát, Gyuri bácsi. Mit gondolsz a mai meccset illetően? Még tudom, hogy csak a második negyedbe tartunk, de hogy mégis kit látsz esélyesnek a nyerésre? Nem tudom, Baláskám, nem tudom. Nem. Kit gondolok én? Eddig 0-0 az állás, 0-0 marad. Amíg nem lesz valakinek 1-0, addig én nem mondok inkább semmit. Probléma azzal van, hogy ezek még ilyen herélt malacok, úgymond. Én nem nőtt ki a pöcsük, és még úgymond, nem tudom, hogy mondjam neked, hogy értsem. Hát, ha lehet, akkor értek, ilyen. Ennyit kérek. Meg hogy a közönség is értse. Hát, összefoglalva a dolgot, szerintem, véleményem szerint ezeknek az embereknek még nincsen a pöcsökön szőr. Még nincsen izomzatuk, még nincsen merészségük, még nem tudják kimondani azt rendesen, hiba nélkül, hogy kurva anyádat, bazd meg a púpos tevén, vagy valami más. És egyszerűen élettelenek. Ezek még nem fogják elütni a labdát, mert nem merik már még azt az ütőt sem megmarkolni, nem, hogy még meglegyinteni, geco. Érted, mire beszélek? Én értem. Persze, hogy értem, én értem. De ahogy érted, látom az arcodat. De érted? Arra gondolsz, hogy még nincs tapasztalatuk a játékban, gondolom. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy pöcstelenek. Érted? Pöcstelenek. Én értem, de hogy miért e köré kell fonni a dolgokat? Tehát, hogy miért mindenképp arról kell beszélni, hogy kinek van nemi szerve, és kinek nem? Hát mert egyszerűen nincsen pöcsük. Hát nem érted? Ennyire nehéz felfogni. Nem nehéz felfogni. Miért nem nehéz felfogni? Csak nem értem, hogy miért mindenképp az a példa, hogy a nemi szervük. Hát mert akinek van pöcse, az mert, nem? Nem tudom, nem biztos. Tudomásom szerint nekem van, de szerintem még én se tudnám elütni a labdát normálisan. Azért, mert te is pöcstelen vagy. Azt mondod, hogy nekem sincs pöcsöm? Á, igen, pontosan az. Ezt én értem, de... megmutassam?
Mi vagy, te büdös buzi? Hát nem, csak hogy megutassam, hogy mi az, ami van. Jó, nekem éneket nem utagassál, rendben van? Pöcstelen vagy is kész, pöcstelen! Gyuri bácsi, te el tudnád ütni a labdát? Persze, hogy el tudnád, akárhonnan. Meg a kurva anyádnak a faszáról is. De... Miért kell ilyet mondani, Gyuri bácsi? Ja miért, nem szabad? Az a baj, hogy ezt nem tudjuk kisípolni. Ez élő adásba megy. Ez nem videó lesz, amit meg lehet vágni. Jó. You chase a pitch that bad outside the zone. You got to put it in the group, adjust the batting gloves. Only look over. Elnézést kérek mindenkitől. És azt szeretném mondani, hogy bassza meg mindenki! Jó van. Akkor szerintem jobb lesz, hogyha hívom biztonságiakat. Elnézést kérek. Pillanat. Akkor ezt küldök egy képet. Messengeren. Jó napot kívánok, mi a baj? And he could give his guys an early lead if he can come through here. Nem tud viselkedni. Itt pöstelenek vagytok, itt pöstelenek! Nem van tetszik távozni? Nem akarunk előszakot? A kurva szátok a... Az önér, bazdek. Jó. Ez volt az utolsó. Ha most nem távozik, a gumibot fog szállni a faszába, megértette? Ó, uraim, ezt melyik rendezzék le, kérem szépen, melyik rendezzék le? Ez már... De nagyon... Kérem. Spinning a throwback to second, runner back standing. The runner at second with one away. Ezek a román közmunkások, ezeknek elég érdekes morbid véleményük van az emberekről, de meg lehet oldani. Mi volt ez a fütyülés? Ki fütyült? Senki. De hallottam, hogy valaki fütyült, de lehet, hogy a közönség közül valaki. Szia Leo, mit szeretnél? Igen, akartam mondani, hogy én inkább macska hangot hallok, mint fütyülést. Bejött a macskám, akit most szanaszét fogok baszni idegileg. Szia. És most szét foglak simogatni, mert megérdemled. Megértetted? Szeretlek, ugye tudod? Jó van, kis cica. Jó. Ti az új Modern Warfare-t meg fogjátok venni? Nem nagyon. Akkor ti is így vagytok vele. A story mód az jó lett, de amúgy rakasszal. Hát, ugyanaz a tipikus kód. Ez oké, de engem amúgy is a story mód érdekelne. Tehát, hogy én alapvetően, hogyha nekem válaszolom kell, hogy multiplayer vagy campaign, inkább multi. Tehát, hogy multi, de ennek az új kódnak az esetében inkább a story mód az, ami nagyon ütött, és multiról inkább ne is beszéljünk. Tehát, hogy nem lett olyan rossz, de jó sem, tehát erre inkább azt mondom, hogy nem jó, de nem is tragikus. Aki tudja, honnan idéztem, annak nagy ötös. Én erre annyit tudok mondani, hogy engem nem érdekel, honnan idézted, de lényeg, hogy okos vagy, és kész, nem? Köszönöm. Na látod.
Ezt hívják úgy, hogy költői liberalizmus. Avagy nem a macska eszi a tejfölt, hanem a tejfő mászik bele a macska szájába. Igen. Attól függ, hogyan nézzük, mert hát ugye, ha úgy vesszük, akkor a tejföl az az életre kelt, már szarrá rohadt tej. Ennyi. Az már mozog, az már ugat, és harap. Meg... Hát most Karcsi, mi van akkor, hogy gasztroturizmus van? Probléma van vele? Ki nem mert mondani azt, hogy igen? Mert? Hát egy igaza van, ez tényleg szarrára van. Figyelj, tegyél meg egy ilyen házi feladat. Még egyszer, hogy hívják a barátunkat, a harmadikat? Károly. Károly. Kedves Károly. Felvázolok neked egy mintát. Igen, Karcsi, nem, most... nem volt neked elég az, amit Bozsik föl szokott adni most még? Ez is kellett neked? Házi feladatként neked most ott lesz a dolgod, fog, és kiukasz no. egy tejet. Van most 8 oldalban le kell írnod. Jó. Van otthon tejetek, teljes doboz, kivágod. Ne lepődj, meg lesz rajta egy lyuk. Ha kivágod a lyukat. Jó? Az eddig oké? Okay. És kérlek szépen, hagyd kint a napon, egy egész napon át, és utána másnap reggel azt igyad meg. És majd akkor olyat mondasz, hogy még én is megbántom. És akkor beszéljünk szerintem arról, hogy most az szarál rohadt, vagy nem. Az a tej, az már kacsintani fog rád, hogy igen, engem igyál meg, illetve egyél meg. Igen, és konkrétan beszélni fog hozzád, mint gyűrűk urából a hatalom gyűrűje. Hogyha azt a hajadra kened, akkor azt hiszik, hogy rád lecsikázt. Már a végén a tej, már mint ami a tejből megmaradt, csak annyit fogsz hallani, hogy Káro, igyál meg! Igen. Ne dobj ki! Igyál meg! És te meg ott állsz, és mondja neked majd a Gergő, hogy dob bele a kukába! Nem, mert az enyém! Glu, glu, glu! Jaj. Szóval, kedves Karcsi barátom, pontosan akkor a fogalmazással mi volt a gond? Most kérlek szépen Karesz barátom, és ide hívjam a tanár urat, tényleg, azt szeretnéd? Júj! Ő beszéljen veled? Júj! Hát csak nem a Bozsik, akkor nyugodtan. Ő beszéljen veled erről a témáról, neki hiszel? Jó, elmentem cigiz, mindjárt jó. Foksa. Nagyon csúnyán bekapta amúgy. Oda néz, miért üt a fiad a motionben. Hát az átbágolt az ütőn. Mi a szar? Átbágolt az ütőn. Ejha. The center fielder, number 13. Into the box, Juan Huerta. No balls and one strike. Second appearance here, he grounded out to start the ball game. Látom, hogy nézőn, ne nézzél.
Kis estek. We'll move on to the bottom of inning number 3 and we are tied nothing nothing. So striding in, Milton. Én is szerintem összeszedek magamnak valami kaját, mert kezdek éhes lenni. Sure. Ready with the first pitch, here it comes. Curveball just misses apparently, 1-0. Changeup stays outside and is behind 2-0. Hate to do it, but I've got to question the pitch calling right there. With a guy like this at the plate, you got to attack him with your fastball instead of pitching him like he's a middle of the order power guy. 2-0 pitch on the way. And he'll try to hold back the swing, but he'll do so unsuccessfully as that's ruled a strike. Now the 2-1. Takes a pass and misses. That's strike 2. Hey, I love the mindset of this pitcher right here. Try and dominate and execute a fastball in, and then get the guy sitting inside trying to be quick to everything, and then pull the string a little bit on a nasty changeup. This is on the ground over to first. And an off-balance throw is in time as he takes one away. Wow! So coming to the plate, the Kevin fielder, Lopez, 0-for-1 for him here in this one. Lopez. First pitch coming, here it is. He pulls this one into right. And that ball gets down out near the wall and should be extra bases. And that is where the wheels pay off as he's able to make it into second with a hustle double. That was a great job of driving that ball, extending his arms very well, was able to get it over the right fielder's head, one hopping it off the wall for an easy double. That's one of those solid hits that you don't even feel coming off the bat. The right fielder, number 60, Kevin. Now a pickoff play at second, but the runner's back easily. Stepping in now, Kevin Castro, as he will look at a first pitch fastball for ball one. 0-for-1 here in the early going. And the runner's breaking for third. Strike called. Now the throw down is going to be far too late. That's a stolen base. You know, I was pretty surprised to see him on the move to third because it didn't seem like he had that much of a lead, but he made it work out. That was really impressive. One out and a runner on third. No offer on that one. Two balls and a strike. That curveball is a pitch you have to get on top of, or else. Visszatért már tüdőrákból a Gergő? Nem? Ugye nem vetted komolyan az előzőt? Hát elnézést kérek, Karesz barátom. Now the 2-1 pitch. Hit down the third baseline, but this will be a foul. Akkor Valentin napkor nem a barátnőnek, hanem neked fogok vinni műfaszt. Ígérem, rózsaszín. Te fogod megkapni helyette. Remélem ez majd nyugtatja a lelked. Lehet az lesz. Csak az a vicces, hogy nekem nincs is egyelőre barátnőm. So it's a full count now. De akkor a szembered komolyan kell beszélgetnem. Here comes the payoff pitch. And the slider gets him swinging, two gone.
És kiejtik. Mindjárt megvan az első pontunk, és azért nem is kéne, hogy befejeződjön ez. Digging in for his second at bat, Geraldo Valdez. He reached on a single in his first try. He's ready. Here's the first offering. Sends that one out of play for strike one. Következő én leszek. Hát én nem leszek, hogyha az ember nem fut be. Megpróbált, majd megér. Here's a late swing and a miss, strike two. Bottom of inning number three, nothing our score. And a check swing here, but he holds up far too late as it's strike three and the inning is over. Back to back strikeouts keep him out of danger. Hola amigos. More to come on the show Sunday Baseball. Hello. After this. Képzeld, én a Karesznek a lelkébe gázoltam, úgyhogy most próbálom jóvá tenni. Gondoltam, elhívom egy randevúra, de hát most már menet mondott. Látod, Gerg? Megint egy mínusz ember. Into the wind up, here comes the 0-1. Swing and a miss. Ebbe úgy belőtött a gyerek. Lelkiekben fölkészültem a pokorra, ami most rám vár. A multiplayerben? Nem, Outlast 2. This is what a power pitcher will do to you if he executes his pitches. That was a three-pitch strikeout, and with the kind of stuff that he has, it's not uncommon for him to absolutely dominate certain guys. Now batting, left fielder, Mickey Aitken. In now, Mickey Aitken. He'll take a look at the pitch too low, it's ball one. Az Outlast-eddje játszottál? Persze. És attól azért postál, nem? Hát az Outlast 1-től igen. Szerintem akkor ettől is fogsz, mert ez se valami barátságos játék. Tudom, direkt azért vártam meg az estét. Sötét legyen. Redőny is le van engedve. Amikor a hangerőt azt elfelejtettem maximumra föltenni. Már is jobb. Aiming for that outside corner, but just missing. He's coming. Esik el, ott az hülye kurva. Too tight with that one. 3-0. Well, that'll wake everyone up. Feliratokat elfelejtettem bekapcsolni. There's reason for people to start getting a little bit edgy. A strike and it's 3-1. De amúgy, hogy őszinte legyek, a kettő az még számomra is ismeretlen, mert sose néztem végig ezt a játékot, mert mindig is meg akartam venni. Csak aztán most adták PS Plus-on, úgyhogy. Igazából megértem, mert akkor most kijátszhatod előítélet nélkül. A demójával azon mondjuk játszottam, tehát hogy ezt azért vágom. Én is majd újra ki fogom játszani valamikor. Ezt majd tervezem streambe kijátszani, úgyhogy Karcsi, majd röhöghetsz rajtam, hogy fogok felkiáltani néha. He's set, here it comes. And he'll take strike one on the fastball, registering at 93. This is a tough guy right here. Miközben játszom. He's fast and he swings from the left. Szidni fogok mindent, miközben játszom, mert nagyon idegesítő tud lenni. Mert más hibák vannak a játékban.
És valamiért több lett az olyan játékhiba, ami inkább az ellenfeleknek kedvez, nem pedig neked. Way outside, nearly to the backstop, 2-1. Good time to call the change as he swings and misses for strike two. Now a throw over to first, and the runner back in standing. Hoping to send him packing, pitch on its way. He's got it to second for one. Relay to first in time, and just like that, devil played. That's true, Lord. To 4-3 to end the threat. We're back with more on a Sunday afternoon following this. At the plate, Adam Sadler, as the switch hitter will take his cuts left-handed here. One of the things this guy is most in Adam Sadler. Swing it a little bit better against right-handed pitching. This guy has decent numbers, but not great numbers against right-handed pitchers. There's a strike at the knees, 0-1. Van egy strike, jó. Swing and he puts a charge into the sky. Ez! Home run, gyerekek! Home run! Megvan az első, a második? Lehet a második, home run! Nem, hát én már nem is mondom, hogy én nekem már hány home runom volt. Ennyi, gyerekek! Pacsit! Pacsit! Ez az! Szereztem egy pontot, genyládák! Na! Ezt csinálja utánam valaki! 370 forintot ért ez a home run! Iskolában kezdődik a játék. Nem akarom. Iskola az más helyzet. Az a játékban hallucináció. Ne spoilerezz. Ezt a legelején tudnod kell, miután lezuhant a helikopter. Kinyílt egy iskola szekély magától. Igen. Az baj, hogy én nagyon nem szeretem a ilyen izé természetfeletti jelenségeket. Hát nem mondom, hogy miért. Főleg ez Jézus Krisztus kereszten nem tetszik nekem. Ja. És már jobb oldalról hallottam, hogy valaki valamit leütött. Háj, hosszú folyosó. Félig kop a szembe, öltönyben sétál elfele. Jó, essünk túl rajta. És a játékban mindjárt negyed hét van. Negyed hét? Tetszenek ezek a hangok. A játékban mindjárt negyed hét van. Ja, hogy ott van. Amúgy ti egy suliba jártok? Igen. És osztálytársak is vagytok. Sajnos. És ráadásul fogadjuk, hogy még egymás mellett is ütök. Ezt miből gondoltad? Pingottam egyet, és annak a lelke megsukta. Ó. Oh. Nem, már itt már sötét a folyosó, én nem akarok erre menni.
ez Enyhén ragyogás című filmre volt egy utalás. És már most kirázott a hideg. És ez még csak az első jumpscare volt. Szeretem horrorfilmeket, meg játékokat. 4 éves korom óta konkrétan ezeken nőttem föl, de azért ez a játék, ez még nálam is ki tudja verni a biztosítékot. Kibaszott nyomasztó. Nagyon az. Maga a téma, amit feldolgoz meg minden. Igen. Én Kövinek speedrunba fogom játszani. Jó. Mi az? Aha. Hol nézzük? Nézhetünk. Csak mi az, amit nézünk? Nézzünk. Jó van. Majd jövök. Vagy most te nem nézel vele? Ja, azt tudni kell, hogy nekünk unokabátyám és unokahúgom az most itt lakik 2 hétig. Mert 2 hét után mennek vissza az apjukhoz, aztán 2 hét után jönnek megint vissza. Mindig ez a ciklikusság szokott lenni. Mert a szegényeknek elváltak a szüleik, aztán a anyukájuknak egyre még nincs kész a lakás, úgy, hogy lakható legyen. Te is voltál már ilyen szituációban, Gergő. Hogy? Nem figyeltem. Hogy Karcsi megette az uzsonnádat. Nem, sose adjuk egymásnak a kajáinkat Karcsival. Nem is adta az oda neki. Csak beraktad a padba, ő még lenyúlta. És utána odarakta a ő szalámi szendvicsét. És nem tűnt fő neked, de nekem ezt elmondta. És én megígértem neki, hogy én nem fogom beárulni. Így hát nem is fogom megtenni, ugye Karesz? Kareszt elvesztettük. Így látszik, kicsit túlzásba vittem a poénkodást, elnézést kérek mindenkitől. Nem ittam semmit, esküszöm, csak nagyon fáradt. Vagy nem eleget. Inkább innom kéne, és akkor fogom be a pofámat. De maradjunk annyiból, nincs otthon, nincs itthon viszki, ami kivinne. Úgyhogy családban mindenki buzi, és mi nem iszunk alkoholt. Csak akkor, ha kínálnak minket. De szépen, apám a pálinkát arra gyűjti, hogy más kínáljon vele, nem pedig engem. Bár én a pálinkáért nem is nagyon vagyok oda, mert többségben sokan erősnek csinálják. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Hogy én hogy vagyok vele? Oké. Hogy én hogy vagyok vele? Már most nem akarok ezzel a játékkal játszani. Én pedig speedrunba fogom kivinni. Szia, Bence! Hello, Bence! Szenvedünk! Küldek egy shareplayt, Bence! Ennél többet nem mondok. I'm interested to watch this next pitch right here. He got a swing on a high fastball. I wonder if he's gonna pull the old police act and climb the ladder.
Nagyon unatkozom. Egészségedre. Ready with the 1-1. Now this is miért töltöttem én ezt? Ez veszélyes volt. And both runners will score. It's now a 3-0 Eddie Gergő az állás. Is driving one into the gap like that. He hustled out of the box knowing he was guaranteed a double, but I found eszméletlen jól ütötte. If the outfielder hadn't gotten it back in right away. Yeah, there really wasn't any question about that one going for extra bases. Nem, már valami kisgyerek dúdolást hallok. Nem. Nem akarom. Utálom a kisgyerekeket horror játékokban. De amit azoknál jobban gyűlölök horror játékokban, azok a Teddy macik. Na a babák, az tényleg creepy, főleg amikor így megmozdul a feje vagy valami. A próbabobák, meg. Én nem azt mondom próbabák, hanem azok a kis babák. Mintha régiek, amiknek ilyen nem a Barbie baba, hanem még a előtte lévő generáció, a 800-as évekbeli ilyen pufók, pofájú. Mint az Annabelle, tudod, olyasmi babák. Igen. Hát most kezdt el, most töltődött le neki. Én is mondtam neki, hogy hát ez még csak az eleje. Szeretem a horror játékokat, de ez azért már sok. Ez azért durva. És akkor ezt ott kéne, hogy legyél a hátam mögött és felvedd, ahogy befosik, és összeszarja a széket. Igen, ahol... Igen. Igen, ez Karcsi az a horror játékokat nem nagyon bírja már, csak amiatt sem, mert órán néztünk horror filmet, és hát többet nem kell mondanunk. Figyelj, nem mindenki bírja, meg nem mindenki kedveli. Igen, de nem véletlen kiabáltunk föl. Tehát, hogy téged meg Szabit, azt konkrétan be akartunk szarattatni. And he gets ahead here with the fastball, strike one. Expect the guy on the mound to keep attacking the zone right here. He has a chance for a quick inning. He is not nibbling. Everything is catching those 17 inches. Ez a játék, ez arról szól. Igen, de más a Outlast 2, mint az Outlast 2. Tehát az Outlast 2-ben a játék tényleg nem hagy nyugodni. Ha mert ez hagy. Igen, láttam. Alig várom. Hát nagy valószínűséggel az lesz, csak azt nem tudom, hogy akkor mi lesz. Akkor volt már elmegyógyintézet, volt most ilyen szabadtéri. Igen. Következő tétben mi lesz? Nincs letöltve, de ezt most nem akarom abba hagyni. Abba is akarom hagyni, meg nem is. Into the box, Luis Nunez, as he'll try to hold back on the swing, but he went around for the first strike. Marching challenge leads off first with a pair of outs in the inning. Behind 0-2 now. The 0-2 home. On a line, that's a base hit into left field. Hey, after back-to-back two-out hits right now,
This pitcher thought he was going to cruise through the center, and now he's got traffic and he's in jeopardy. Én addig nem akarom elkezdeni, még nem veszek egy új fejhallgatót magamnak. Hát maradjunk annyiból, hogy én Razer fejhallgatóval játszom. Az jó, nekem is az volt. Az elég jól vissza tudja adni a térben lévő hangokat. Nekem mondod! Igen, neked mondom, mert neked van Razer fejhallgatód. Maradjál már! Halott, Gergő! Hol verem a faszodat? Jobb oldalt vagy bal oldalt? Látod, támogatlak. Ez elég hülye jön ki. Próbálom elérteni a félelmedet egy kis hülyeséggel. Úgy támogatlak. Valakit hallottam egy ajtót nyitni. Az én voltam. Nem, itt konkrétan valaki belülről elkezdte rugdosni az ajtót, ami befelé nyílik. Mitől ijedtél meg? Kutyára gondolsz a Modern Warfare-ban? Micsoda, Bence? He really needs to find a pitch to put this guy away with right here, right now. Csak ne én szémúlva kezdjétek el. Nem elég, hogy még itt előttetek égetem magamat. Itt Patesz már még megy a stream is. Jegyezzétek meg, srácok, ez amúgy hazugság. Igazából direkt csinálja, hogy ezzel szerezze magának nézőket majd, amikor ő is live-olni akar. Igen, minden bizonyja. Na jó, azért ennyire furcsa hangokat ne adjál, jó? De megijesztett a muksó, aki itt állt bent a sötét erdőbe, és engem nézett. Kirázta a faszodat, hogy itt nyűgni kezdtél? Itt is! Jaj! Hogy kell zoomolni? Mindjárt jövök, srácok. Ó, az ott egy kibelezett ló, meg egy varjú. Nem akarok bemenni. Jó, nem lehet bemenni a házba. Életem első olyan játéka, ahol nem akartam bemenni egy házba sem. Hit on the ground out to short, scooped up on the backhand. Throw won't be in time as he reaches it first. Hey D-roll, that's great hustle out of the box. Bence nincs kedved egy BF4-hez. He was thinking base hit as soon as he made contact. Yeah, perfect placement right there. He's definitely rewarded for it right there. Nice play by the shortstop. There's not much you can do. You can either plant that right foot and try and come unglued. Nem. Az baj, hogy ez a játék, ez olyan szinten para, hogy ez még az én idegrendszeremet is tépkedi. Into the box now, Geraldo Valdez, as he lays off a fastball too low for ball one. A hit and two at bats for him at this point in the ball game. Minden rendben van. Jó, nem hagyom abba, visszalépek a játékba. Tovább megyek akkor is. Nobody out, runner on first.
Most lépek vissza. De mondom, a játék elején az egy Enyhe ragyogás című filmre volt utalás. Hát a... mikor izé megfordultál ott az iskolába, ott hirtelen ott volt mögötted egy kislány, meg jött feléd egy vérfolyam. Na, az a Ragyogás című filmre volt egy utalás. Aha. Oh, a fastball swung on and missed, and for the second time today, he's gone on strikes. This has not been a weekend to remember for him. Azt hiszem, hogy a Ragyogás című film volt, kettő kislány volt vele. Now that's his sixth strikeout of the series. They've really got him figured out. Now here comes the skipper out of the third base dugout, and it would appear he's seen enough of his starter this afternoon. So he'll make his way to the dugout after working just 4 1/3, and he just didn't have his best stuff. Ja, Bence, hogyha akarsz, visszacsatlakozhatsz. Vagy Karcsi. Ja, hogy már nézed? Enters to make an appearance on the mound as he inherits a runner at first with one out in the inning. Már semmi. Lewis Gabriel. Sacrifice. Now batting, catcher at us. Standing it. Ti ne akarjátok feláldozni a testemet. Amúgy. Srácok, nyugtassatok meg, hogy csak én vagyok ennyire gyökér, de engem a... Te vagy csak ennyire gyökér. Nehogy a... Várd ki azért a végét, most tényleg komolyat akarok mondani, tehát hogy csak engem nem érdekelnek a... Vagy egyedül a Dying Light 2, ami engem érdekel, de hogy úgy most, amit évben bejelentettek úgy többségben játékokat, hogy jönnek ki, azok amúgy engem nem érdekelnek. Csak én vagyok így. Engem elég sok érdekel. Igen. Uh-huh. Meg a Cyberpunk. Uh-huh. Értem, köszönöm. Hát a Days Gone az már megjelent szerintem egy éve, nem? Kb. Igen. Lehet, nem tudom, de már nagyon sokan kijátszották, azt tudom, és igazából az egész már le van spoilerezve, hogy miről szól, meg hogy mik történnek, milyen változások történnek a sztoriban. Hát én a Last of Us-szal akarok előtte végezni, azt majd utána. Igen. A Last of Us? Na. Nem tudom, én valamiért az olyan horror játékoktól már nem félek, amiben tudsz tenni az ellenfél ellen. Igen, ismerős. Tehát, hogy én a legtöbb horror játékot, amiben tudok tenni az ellenség ellen, azon... Egy kivétel van. Nekem a Resident Evil Hilt, ami valahol váratlanul tudott érni. De ott is a legelején igazából. Mert? Hát mert utána lettek komolyabb fegyvereim, és igazából mindenki szétlőtte meg a cibe. Hát ez nagyon elcsesztő. Az újat? Milyen újat? Az. Jaj, hogy új, aha. Igazából érdemes kétszer kivinni, mert New Game Plus-ba kezdesz, akkor kapsz egy különleges fegyvert. Third out on the bases.
Gergő, mi a baj? Fölállt a szőr a kezembe, kinyitotta az ablakot és kirepült egy kibaszott varjú a kibaszott ablakon a jó büdös kurva anyját. Hát mit csináljon a varjú? Hát azért van, hogy repüljön, nem? Most majdnem felkiáltottam, csak rájöttem, hogy este van. Na, akkor nem fél 100%-ban. Nem tudom, mennyire lehetett hallani a hangomon, hogy amúgy majdnem fölkiáltottam. A fejhallgató nem sokkal múlt, hogy leesik a fejemről, a kontroller meg le a kezemből. És akkor így a Gergővel csinálunk egy ilyen fosómontást, és így az összes ilyen akcióját le slow motion-ezzük. Még jó, hogy nem használok ki ez esetben fészkemet. Ahogy tényleg, na akkor én megcsinálnám akkor neked. Az baj, hogy nincsen semmilyen kamerám, amivel fel tudnám venni. Szigorúan sajnos csak PS kamerát enged a PS felhelyző. Ezt sajnáltam, de én szántam rá pénzt, mert közkívánatra nem érne. Én is akarok majd venni. Aha. Nagyon sokat hozzárakom ugye a live-okhoz. Igen. Igen. Ja, hogy ilyen keretben van a maga a játékos. A streamer. Nem tetszik a zene? Ez egyre közelebb lépked. Sok erre, irányból. Erre nagyon egyszerű a válaszom. Fuss Forrest! Aki képkeretet használ egy kamerának, az lakberendező állalom stílusú ember. Egy. Sátánista köcsögök. Vagy akár sátánista köcsög is lehet, igen. Köszönöm Gergő segítsége. Szívesen. És utána már csak azt kell kideríteni, hogy amúgy milyen stílusú kereteket használ. Tehát, hogyha a fiú is ilyen virágos, meg ilyen rózsaszínes, akkor valószínűleg azért használja, mert buzi, és ő ezt nem tagadja. Hát én ezt most úgy kiejtettem, mint a kurva anyámat az ablakon. Jól látom, hogy ezek... maradjunk annyiba, hogy olyan 5 éves körüli gyerekek megölve és felgyújtva. Igen, elég sok látvány lesz a játékban, ami ilyen. Meg itt jó, most már videót kell felvenned. Tehát, hogy az ilyeneket, ahol halott gyerekek, meg csecsemők, meg ilyesmik vannak, én ezt a játékot onnantól fogva gyűlölöm. Most ez csak egy kifogás, ne kelljen folytatnod a játékot, Gergő. Kifogás is. És igazság is. Igen, csak érted, ezt a szintet valamikor át kell lépni, hogy tényleg egy beteg világot adjál meg, mert most, hogyha mindig az van, hogy a Slenderman gyűjtsed a papírokat, és a végén így is úgy is megbasz, most ilyen horror játékban egyszer az embernek fel lesz a töke. Mi volt? In the book of... Mi bajotok? Bence! Ezt nem akarom! Rendben van, kibor. A hangoddal el tudod őket ijeszteni akár. Pontosan abban az irányban a hangon elrendel, ezekre most nem látom a rohanőket. And he's in safely at third, as a run also comes in to score, making it a two-run ball game.
dugout comes the manager as he'll make his way towards the mound. And a change is in the offing, as that'll be all for his starter this afternoon. So as he departs, he'll remain responsible for the man left to board, but he cannot lose this one. Please. Juan Alvarez gets the call from the bullpen to pitch in relief. Number two. Alvarez. Cowboy color. Joey Baisley will be his first assignment, man. He's got a tough spot here with a runner at third and only one gone. Baisley. Ja, mhm. Ő az, aki fradista. Ez valami buzi szekta vezér lehet. Nem szekta vezér, csak agyára ment a vallás. És a soros terv. Ez a kettő, ami az agyára ment. És azt hiszi, hogy egy bevándorló vagy, és meg akarod erőszakolni. Igen. Mint a... Ez ott lesznek a grafikája? Igen. És elég sok mindenre gondoltak, tehát hogy most már ugye a kettőben már bendit kell gyűjteni ötszert, ugye. Azt rohadt, ezek ijesztőek ezek az emberek. Nekem mondod, hogy ijesztőek? Az ellenfelünk az valami olyasmiket csinálni. Ijesztő. Jó, erre valahogy úgy számítottam. And would you believe the tying run comes into score on a wild pitch, man, oh man. Isten, holtan akar engem. Ha még jó, hogy holtan akar engem, három napja a Lucifer című sorozatot nézem. Az milyen? Hát ilyen akció, krimi, filozófiai sorozat. Néhol ilyen egy-két misztikus cuccal el van látva, de nem olyan nagy mennyiségben, hanem az a pont elfogadható mennyiség. Értem. Babújtam egy kukába. Tudjátok, mi az, amit már nagyon hiányolok? Még egy olyan játék, amilyen a Lucius volt. Milyen? Melyik? Lucius. Ja, igen. Amikor te vagy a sátán fia. Igen. És minden epizódban kapsz egy új képességet, amit használnod kell. Eszméletlen volt. Nagyon, nagyon tetszett. Already home here. That's over, but low, it's a ball and a strike. I think if he executes that, miért akartok ti Isten vérében fürödni? Azt tényleg, hogy Isten vérében fogunk fürödni. Majd meg fogod tudni, hogy miért betegek. Nem akarom megtudni. És home run kapunk. Ó, baszki. Ez nevetséges. De ő csak 344 forintot kap érte. Taylor Davis. Yes, he'll take a look at ball one. One for two in the ball game thus far. Ezékiel vége. Kiadtakam az a Ezékiel a történet, vagy az Z Bibliából.
Most nem vagyok otthon a vallásban, főleg a kereszténben. Most ez a csávóhoz, hogyha én közel megyek, nyakomba szazzal a macsitével? Van olyan, aki nem támad meg, csak a közelébe mész. Most ez elkezdett üvöltözni, hogy hé, látom. Engedte! De az egész játékban végig, tehát hogy itt annyi nyugalmat sincs, mint amennyi az egybe volt, amikor ilyen elvont helyek voltak. Itt egyszerűen mindenki. Az a baj, nem figyelek már a játékra. Pedig kéne. And he's going to make it up to third here as he advances on the wild pitch. Well, some would say no harm done with that wild pitch, right? But I disagree. The runner's now 90 feet away from scoring. An infield single, a booted ball, and he crosses the plate. That might not be the case, but he was still on second. Ready with the 1-1. Had nibbled the corner there, but missed 2-1. You could tell he's starting to get frustrated out there. He's not usually elkapták a csajszit a helikopterről. Igen. Four runs here in this half inning. Good pitch there down below the zone. Got him to go after it. That's a really nice thing about pitching with the base open. You can work out of the strike zone a little bit more and try to get a guy to chase your pitch, just like that one. Weak grounder down the line at third, but this will get foul, so they'll do it again. 3-2. Payoff pitch on its way, and he missed with it there. Ball four. It's a two-out walk with the runner still at third. To the plate now is the designated hitter, David Medlock. He's 0-2 with a strikeout in this one. Ball one to start the at bat. Ja. Na nem mond. Ready for another shot now. Adam. Ezek azt hiszem hallották, hogy becsuktam az ajtót. And he swings through a fastball and doesn't catch up with it. It's 0-1. Főleg, hogyha egy templom pincéje az. És találtam száraz krumplit. I'll tell you, if I'm on the hill, I'm throwing that changeup again. Didn't look like he picked it up very well out of his hand. Tried to get him to go after one below the knees, but it's 1-2. That's a great take right there. You knew the pitcher was going to try and expand the zone. Nem. 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 Nem adom neked az életemet, nem adom neked a gyerekemet, nem adom neked a semmimet. Ti beteg faszok vagytok, mint. And this will bang up against the wall. Kuss. You know, D-Row, in today's game, it's not easy scoring in the late innings. So that RBI base hit to tie things up, that comes at a really good time. Yeah, I say it's not easy. They got 11 guys in the bullpen, and I don't think a guy throws under 97 miles an hour with a sinking cut. That is unbelievable he's able to get that knock in that big spot. Swing and a little blooper to center. And that úgy gondolják, hogy a gyerek lesz az Antikrisztus. Now the throw comes in to hold that second runner at third, so they're at the corners now with still only one away. Dan, you'll take RBIs any way you can get them, but when they give your team the lead in the late innings, man, that feels good. Oh, it's especially good. Especially when you start to score runs late in the game off of quality pitching. When runs are at a premium, that's one makes you feel really good about yourself. Looked like he tried to elevate a fastball on that 2-2 pitch there, but kind of overdid it with a pitch that hot. Just a sec now as that ball finds its way into the outfield, a base hit.
And the insurance run comes across to score from third. Oh, and you just know in a game this tight that that was a kurva kulcsova kell. Came away with the victory and look on to the next one. A one-run game, 6-5, the final today. The three-run seventh to help propel them to the win. Jó van. Hát akkor így már egy ennyi. Ennyit a baseballról.